Itt van velünk Tóth Péter. Szervusz Péter, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Aki személyében a KSH statisztikai tanácsadóját üdvözölhetjük. Még mielőtt rátérünk a népszámlálásra. Kedves Péter, ugye központi statisztikai hivatal. Tehát magyarán, aki ott dolgozik, az nem mindenki statisztikai? Tehát miért van ez külön, hogy statisztikai tanácsadó? Ez csak ilyen személyes érdeklődésem. Ez tulajdonképpen egy titulus igazából, tehát több mint 1000-en dolgozunk itt a statisztikai hivatalban. Budapesten nagyjából 600-an, illetve vannak megyeszékhelyek, ahol szintén dolgoznak kollégák, így összességében vagyunk több mint 1000-en. Nyilván én azt gondolom, lehet, hogy azért kaptam ezt a titulust, mert már több mint 25 éve itt dolgozom a hivatalban, és hogy a népszámlálásra is rátérjek erre, ez már a harmadik népszámlálásom, tehát tulajdonképpen lehet, hogy kiérdemeltem ezt a címet, nem tudom, de... Ez a megnevezés. Jó. Péter, akkor még annyit, hogy ha már a létszámoknál tartunk, hogy ugye említetted, hogy körülbelül 1000-en dolgoztok magánál a hivatalnál. Ilyenkor, amikor a népszámlálás elkezdődik és zajlik, akkor hány főre duzzadtok föl, hiszen kerestetek ugye korábban is már népszámláló biztosokat? Igazából a hivatal maga nem duzzadt fel. Összességében, úgyhogy most a számláló biztosokról beszélünk, 28 ezer számlálóbiztos dolgozik az országban, vannak aztán területfelelősök, vannak felülvizsgálók, az önkormányzatok nagyon sok segítséget nyújtanak, hiszen tulajdonképpen a jegyzőknek a feladata volt a számlálóbiztosoknak a toborzása, tehát ez egy ilyen átmeneti feldúzzadás, de ők igazából nem a statisztikai hivatal dolgozói, de nyilván évek óta a statisztikai hivatalban nagyon sokan dolgoznak azért, hogy ez a népszámlálás sikeresen lezajlódjon. Akkor én is kérdezném azt, hogy megkezdődött már tulajdonképpen ugye ez az egész népszámlálás, és egyelőre az internet kapott kiemelt szerepet, hiszen október 16-áig lehet válaszolni a kérdésekre. Mi történik azokkal? Nyilvánvaló, hogy itt lépnek majd be utána a számláló biztosok. Mi történik azokkal, akik esetleg kicsúsznak, mármint az online válaszolásból? Igen, mondhatnám azt, hogy végre elkezdődött, ugye mondtad, hogy elkezdődött a népszámlálás, mondhatnám azt, hogy végre elkezdődött a népszámlálás, hiszen ezt igazából tavaly tavaszra terveztük, de hát volt az a csúnya koronavírus járvány, és emiatt elhalasztottuk a népszámlálást, de szerencsére most semmi nem állt az útunkba, úgyhogy valóban október 1-én szombaton elindultunk, az online szakaszsal indultunk el. Ez egészen 16-áig fog majd tartani, tehát jövő vasárnap éjfélig. Mindenki kapott ehhez kapcsolódóan egy felkérő levelet, amit a KSH elnöke írt alá. Ebben a felkérő levélben találja meg mindenki azt a 12 helyi kódot, amivel megtehető ez az online kitöltés. Erre is buzdítok mindenkit, hogy aki eddig még nem tette meg, töltse ki online a kérdőívet, hiszen ez egy nagyon kényelmes, gyors módja, egyszerű is egyébként, bármikor elvégezhető, tehát nagyon könnyen abszolválható ez a feladat. De természetesen nyilván lesznek olyanok, akik nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, vagy nem akarnak élni ezzel az online kitöltési lehetőséggel, mert ekkor jönnek majd a számláló biztosok október 17-én hétfőtől, és egészen november 20-áig ők fognak majd bekopogtatni, de csak oda, akik nem töltötték ki online-nak érdekében. Igen, na most akkor itt, bocsánat, álljunk meg egy szóra, és akkor kanyarodjunk vissza ehhez a levélhez. Ugye igen. Ez a levél bekerült úgymond mindenkinek a postaládájába, és szóval tehát rengeteg hírben szerepel a népszámlálás, ez teljesen érthető dolog. Viszonylag hivatalosan vannak megfogalmazva azok, hogy mit és hogy és mit kell tenni, és azért is akartunk valakivel beszélni, és milyen jó, hogy Péter téged kaptunk, hogy fordítsuk le ezt már, bocsánat, én is szoktam fogalmazni magyarra, tehát hétköznapi nyelvre fordítsuk le. Igen. Tehát megkapjuk ezt a levelet, megkaptuk ezt a levelet. Igen. Ugye benne van a kód. Jó, odaülök a gép elé. Mit kell tennem már, mint ez alatt azt értem, hogy ez hány embernek jó ez a kód, csak aki arra a címre van bejelentve, csak azt használhatja, mert például én egy olyan épületben lakom, egy olyan házban, amit teljesen hivatalosan bérelek valakitől. Ugye jött erre a címre egy levél. Most akkor azt én használhatom föl, ő használhatja föl, ki használhatja föl? Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, szuper ez a kérdés tényleg, mert tisztázzuk azt, hogy itt nem a hivatalos bejelentettség számít, hanem azokra vagyunk kíváncsiak, tehát lehet, hogy te oda nem is vagy bejelentve arra a címre,
Tehát itt az életvitelszerűséget vizsgáljuk tulajdonképpen. Ugye sokszor felmerült az, hogy hát a KSH miért nem szedi össze a különböző adatbázisból az információkat, mert hiszen tudják azt, hogy mekkora az a lakás, hányan vannak oda bejelentve, de mi nem a bejelentettséget vizsgáljuk, hanem azt, hogy életvitelszerűen kik laknak abban a lakásban. Tehát, hogyha te egy albérletben laksz, akkor ott laksz ugye életvitelszerűen, és igazából arról a lakásról kell kitölteni, illetve az ott nem lakó, hanem ott életvitelszerűen tartózkodó személyekről kell kitölteni ezt a kérdőívet. Na most mi van olyankor? Hát most beszéljünk nyíltan. Nyilván vannak olyanok, akik esetlegesen idézőbetéve feketén bérelnek egy lakást, egy házat. Tehát, hogy magyarán a tulajdonos, mit tudom én, nem jelentette be az adóhatóságnak. Mondjuk ebben az esetben, hogyha ha akkor jelentkezik be valaki ezzel a kóddal, és írja be, hogy már pedig én ezen a címen életvitelszerűen lakom, akkor ezt összenézik, és akkor megüti a bokáját az, akinek a tulajdonában van? Nem? Nem. Minket ez nem érdekel tényleg, hogy oda ki van bejelentve. Abszolút az, hogy életvitelszerűen. Tehát vannak diákoknak az ezrei, százezrei laknak ugye felsőoktatási intézményhez, vagy középiskola intézményhez kapcsolódóan albérletben. Nyilván egy részük nincsen oda bejelentve, de mi abszolút nem foglalkozunk ezzel, tehát abszolút statisztikai célokra gyűjtjük ezeket az információkat, semmiféle hivatalos adatbázissal ezeket olyan szempontból nem kötjük össze, hogy nem fogunk mi azután vizsgálódni, hogy de már pedig oda ketten vannak bejelentve, és amúgy meg négy személyről érkezett kérdőív, tehát ettől senkinek sem kell tartani. Jó, tehát akkor egyértelműsíthetjük, hogy ez a levél, ami érkezett egy adott címre, egy házhoz, vagy egy lakáshoz, ez konkrétan arra a címre vonatkozik, és aki ott abban a címben lakik és él, az nyugodtan felhasználhatja ezt a kódot arra, hogy online elvégezze a népszámlálást. Na most itt ül velem... Pontosan, bocsánat, csak egy mondat erejé még ezt kiegészítem, hogy pontosan ezért nem névre szólnak ezek a levelek, hanem csak címre. Tehát mi nem tudjuk azt, hogy kik laknak ott életében. Jó, mert talán a legnagyobb zavar azt hiszem, hogy ezzel van itt most az emberek körében. Na most itt ül velem szemben, bocsánat, Győző, és akkor mindjárt átadom neked, csak fel akarlak konferálni, hogy ő Győző már kitöltötte ezt az online kérdőívet. Most arra kérdezem, vagy kérdezem Győzőt, hogy egyébként mit tapasztaltál, amikor beléptél a kóddal, akkor kért nevet, hogy már pedig te vagy Kozma Győző, vagy ez hogy történt? Nem, viszont az, hogy én életvitelszerűen, amit Péter is mondott, hogy életvitelszerűen vagyok a lakásban, vagy az ingatlanban, nevezzük lakásra, házban, stb., tehát a címen, az egyébként benne van a kérdésben is. Tehát tulajdonképpen rám vonatkoznak a kérdések, tehát itt nincs... Na de nem név szerint, hogy te Kozma Győző, hanem te, aki megnyitottad ezzel a kóddal ezt a kérdőjét. Így van. Igen, és ezt kiegészítem azzal, hogy de Győző is biztosan meg tudja erősíteni, hogy ugye kitöltötte a lakásra a kérdőjét, és utána viszont megkérdezte, hogy kik laknak ott, tehát a Győző beírta a nevét, és utána feljöttek a személyi kérdőívek, és akkor Győzőre vonatkozó információkat kérdeztük. Pontosan. Aha. Na most én közben egy olyan kérdést fogalmaztam meg, hogy ugye, ahogy te is említetted, hogy ilyen szakaszai vannak, hogy 1-től 16-áig októberben ugye online lehet élni, utána felkeresik akkor a számlálóbiztosok azokat, akiknek interneten nem sikerült, vagy valamilyen akadály miatt nem jött ez létre, és akkor a számlálóbiztosok sokkal történik meg a kitöltés, de mi történik akkor, hogyha még akkor sem sikerült? Tehát van-e valamilyen pót lehetőség itt ebben a dologban? Igen. Persze, abszolút van, tehát november 20-áig ugye majd mennek akkor a számlálóbiztosok, és utána még van mi csak egy pót összeírási szakasznak hívjuk, a november 28-áig tartó szakaszt. Ekkor jönnek ismét a jegyzők, tehát náluk lehet jelentkezni annak érdekében, hogy akkor szeretnénk kitölteni ezt a kérdőívet, ami egyébként nem szerelem kérdése tulajdonképpen, mert kötelező a
kitöltés, itt tulajdonképpen csak a kitöltési módok közül lehet válogatni. Na ez az, tehát akkor több szakaszban is megtörténhet, ugyanis van olyan ismerősöm, aki majd külföldön tartózkodik, és ha nem sikerül, akkor ha nem sikerül kitöltenie interneten keresztül, tehát online, akkor az attól tart, hogy esetleg akkor kicsúszik, de kötelező a részvétel, tehát itt akkor valamelyik szakaszban biztos, hogy sor tud keríteni a kitöltésre. És akkor ha már adottunk... Bocsánat, igen? Bocsánat, csak ehhez mindig olyan jókat mondtok, hogy mindig eszembe jut hozzá egy gondolat, tehát hogyha éppen ő külföldön tartózkodik, és ne egy Isten már ott van, nem tudom én mondjuk egy hónapja, és nem kapta meg ezt a felkérő levelet, akkor is rámehet a népszámlálás 2022.hu oldalra, és ott pillanatok alatt, hogyha rendelkezik ügyfélkapuval, már pedig ezzel azért a lakosságnak a túlnyomó többsége rendelkezik, akkor ott kérhet egy kódot, és pillanatok alatt meg fogja kapni ezt a kódot egyébként. Aha, tehát még ilyen lehetőség is van. Tehát akkor saját magunk is generálhatunk akkor kódot. Tehát, hogyha, ha nem kaptuk meg a levelet, elázott a papír, mit tudom én, elfújta, nem tudom hova raktam, akármicsoda. Így van. Kutya megrágta, megette, lenyelte, akkor tehát saját magunk is az ügyfélkapun keresztül generálhatunk. Egyébként, ha már ügyfélkapu, nincs meg a kódom, nincs ügyfélkapum, de mondjuk bemegyek egy kormányablakba, ott kaphatok új kódot? Ők is biztosan segítenek, tehát annyiféle lehetőség van, hogy egyébként a honlapon is szintén ott vannak a lehetőségek, tehát nem csak a kormányablakban. Én a kormányablakot csak azért nem javaslom ebből a szempontból, mert ez lehet, hogy egy kicsit hosszadalmas ez a dolog, de a honlapunkon ott vannak elérhetőségek, tehát van e-mail cím, illetve van zöld számunk is, ahol szintén lehet jelentkezni, és akkor ott megkaphatjuk ezt a kódot. Tehát ez is egy nagyon gyors módja a kód igénylésének egyébként. Jó, van-e retorzió annak, hogyha én egyiken se veszek részt, tehát sem az online-on, sem a számlálóbiztoson, sem a jegyzőhöz nem látogatok el, akkor mi történik? Hát igazából van, ilyenkor közigazgatási bírság kiszabására kerülhet sor, de én azt gondolom, hogy nem ez a cél, meg ezzel igazából nem is szeretnénk élni. Tehát közigazgatási bírság 200.000 forint. Azt gondolom, hogy erre nem fog sor kerülni egyébként. De a törvényben rögzítve van, hogy kötelező, és aki ezt nem teszi meg, az mire számíthat. Jó, fordítsunk egyet ezen a történeten, hogy aki viszont meg online kitölti, ott meg jól hallottam, hogy valami nyereményakció van, vagy valami jutalom? Bizony, és pont a paksiak egyébként nagyon jól állnak, csak hogy egy friss adatot is mondjak, ez a reggel 7 órai adat. Pakson már a címeknek a 26,4%-áról érkezett kérdőív, ez elképesztően jó arány, de azért ne álljunk meg kettős paksiak, tehát töltsük ki továbbra is, és hogyha ezt emellé mellé teszem azt, hogy az országos arány 18,8, tehát akkor ehhez képest is, az országos 18,8-hoz képest Paks 26,4. Ott van még Dunaszentgyörgy is egyébként 26,7-tel, de Paks az nagyon jól teljesít, de mondom, ne álljuk meg, töltsék ki továbbra is a kedves paksi lakosok a kérdévet online. Valóban nyereményjátékunk van, ezzel is szeretnénk ösztönözni az online kitöltést. Naponta 5 nyertest sorsolunk ki egyébként, akik fejenként 100.000 forint értékű vásárlási utalvány nyerhetnek. Most letettük itt a telefont, és vége van az adásnak, megyek haza, és töltöm ki. Tehát te is. Legyél kedves, igen. És mindenki, aki eddig még nem tette meg. Jó, milyen kérdések vannak ebben a kérdőívben? Mert ugye vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy ehhez mi közük van, meg miért kérdezik meg. Tehát, hogy egyébként meg akkor itt kitérhetünk arra, és egyébként miért kérdeztek ilyeneket tőlünk, amilyeneket kérdeztek. Hát egyrészt azért kérdezünk, mert nem tudjuk. Tehát 10 évente van népszámlálás, hát most már ugye 11 év eltelt, mert 2011-ben volt utoljára népszámlálás. Nem tudunk ilyen részletes információkat a teljes Magyarországról. Tehát ezek azért kérdezzük meg, mert ezek tulajdonképpen alapot nyújtanak ahhoz, hogy például a településeken, szűkebb lakókörnyezetünkben különböző gazdasági, szociális vagy területfejlesztési döntéseket hozzanak. Ugye a jó döntésekhez jó adatok kellenek. Fontos lehet ahhoz is, hogyha valaki mondjuk egy üzletet akar nyitni, akkor ott meglátja majd, hogy amúgy meg ott milyenek a körülmények. Vagy óvodát például ugye ott érdemes létesíteni vagy építeni, ahol vannak gyerekek. Tehát
és még sorolhatnám hosszan, vagy a nemzetiségi kérdés miért fontos. Hát ugye a nemzetiségi önkormányzatok alakításához fontos az, hogy az adott településen, adott megyében hogyan vannak jelen, vagy milyen mértékben vannak jelen a nemzetiségek. Vagy az egészséggel kapcsolatos kérdések, a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatosan. Ezek mind-mind a helyzetük javítását, vagy az esélyegyenlőségüket, hogy biztosítani lehessen különböző programoknak a segítségével, azért fontosak. És hogy milyen kérdések vannak? Hát ugye kezdődik egy lakáskérdőivel, itt kérdezünk arra, hogy mikor épült az az épület, milyen a falazata, hogyan lakják, tehát hogy rendszeresen, idényszerűen, vagy üresen áll az a lakás. A helyiségek számára is rákérdezünk alapterületre. És ugye a lakáskérdői végén... Itt pont Győzőnek van egy kérdés ezzel kapcsolatban, mert elnézést, hogy megszakítjuk, csak hogy... Azt mondanám, és én is olvastam a kitöltés során, hogy például olyan részletesség is szerepel benne, mint mondjuk alapterülete egy konyhának, tegyük fel. Na mondjuk az például, az mire utalhat? Tehát, hogyha megvannak ezek az információk, hogy kinek hány négyzetméteres a konyhája, az abból mire lehet következtetni? Ez a lakások szerkezetére. Tehát, hogy nem pontosan azt kérdezzük meg, hogy mekkora az alapterülete, tehát, hogy be kell lőni két kategóriába. Tehát itt a lakásoknak a szerkezete. Ugyanerre vonatkozik egyébként a milyen a közműellátottság. Tehát, hogy egy WC van, vagy kettő, egy fürdőszoba van, vagy kettő. Mekkorák a lakás, vagy a szobáknak az alapterületei. Tehát itt a ilyen részletes információink nincsenek egyszerűen sehonnan, hogy is néz ki az egyes lakásoknak a szerkezete, az egyes településeken, az egyes megyékben. Tehát itt nagyon szép hét rajzolódik ki tulajdonképpen arról, hogy is néz ki Magyarország 2022-ben, és ezt aztán mellé tehetjük utána, hogy az Európai Unióhoz képest, a tagállamokhoz képest mi a helyzet, hiszen ezeket a kérdéseket felteszik minden tagállamban, és hogy még tovább menjek, ezek a kérdések tulajdonképpen 150 éve változatlanok, mióta népszámlálás van. Tehát láthatjuk azt is, hogy milyen változások történtek az elmúlt évtizedek során, vagy például 2011-ben. Na most akkor itt két dolog jutott eszembe. Az egyik, ugye azt mondtad, hogy 150 éve ugyanezek a kérdések. Na most akkor, amikor minden népszámlálásnál, és most is ugye fölmerülnek ezek, ahogy a mérködezik, meg hogy, hát akkor gyakorlatilag az a valaki már 10 évvel ezelőtt is válaszolt ugyanezekre a kérdésekre, meg 20 évvel, meg 30, meg sorolhatnám. Hát persze. Csak ezeket könnyen elfelejtik az emberek, de ugyanezek voltak a kérdések. Jó, nyilván vannak újdonságok, az egyik ilyen mondjuk az energiahatékonyságra vonatkozó kérdés, a másik pedig a digitális jártasság, amit mondjuk 10 éve vagy 2011-ben nem kérdeztünk, de az alapkérdések azok teljesen ugyanolyanok, tényleg most már 150 éve. És akkor te ugye említetted, hogy ez lesz a harmadik népszámlálásod, mióta a KSH-nál vagy. Akkor ugye kettő már volt, tehát akkor az első és a második között ugye eltelt egy X időszak. Nyilván visszanézitek, hogy na, akkor tessék 10 éve vagy 11 éve ez volt, most meg ez van. Az akkori összevetés, ha még emlékszel rá, hiszen akkor az egy 11 évvel ezelőtt volt, az például mit mutatott meg nektek, mármint a KSH számára, és akár neked személyesen is, mire utalt, hogy hova tart az ország, fejlődik, vagy mit csinál, vagy mi változik? Hát nyilván nagy fejlődés volt. Most, hogyha a lakásoknak a... Bocsánat, elmegy a hangom közben, de azért csak nem. Ennyire kínosokat kérdezünk? Hogy nem, abszolút nem, egyébként nem, mert teljesen tehát, hogy milyen változások történtek, tehát nyilván nagyon sok új lakás épült. Nyilván másik dolog azt, amit tudunk mindannyian, hogy sajnos a népesség az megfogyott. Tehát ugye volt egy csúcs, amikor 10,7 millióan éltünk az országban, talán még a tankönyvek egy részében is ez információ van. Most már sajnos 9,8 millió ember él az országban. Ugye a népszámlálások között is azért tudjuk nagyjából, mert van egy ilyen úgynevezett tovább vezetett népességünk, hogy mennyien élnek az országban, de az igazán pontos képeket, azt majd most fogjuk kapni. A korösszetétel, azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, látjuk az elmúlt években, elmúlt évtizedekben is, hogy előregedőben van sajnos Magyarország, tehát többen
halnak meg, hunynak el, mint amennyi gyermek születik. Tehát azért elég jelentős változások voltak, és hogyha még ennek megnéznénk a belső szerkezetét, vagy tovább vizsgálódnánk, nyilván az egy órás műsort igényelne, vagy kettőt, akkor nagyon sok más érdekes információkat. Jó, akkor kanyarodjunk vissza a mostanihoz, és akkor hát lassan-lassan ugye véget is kell vetnünk a beszélgetésünknek. Kanyarodjunk vissza a mostanihoz, és akkor nem tudom, hogy elhangzott-e vagy sem, de ha nem, akkor fölteszem, ha meg, akkor visszatérünk rá, de nem baj, hogy van, amit úgymond súlykolunk is. Tehát akkor ugye október 16-áig online ki lehet tölteni a kérdőíveket, a népszámlálásos kérdőíveket, mégpedig azzal a kóddal belépve a népszámlálás 2022-es weboldalon, amelyeket a címre kaptunk, tehát akkor az nem névre szól, hanem akkor a címre szól. Na most, hogyha belépünk vele, az a kód az egy emberi, vagy hogyha laknak hárman abban a lakásban, akkor egy kérdőíven belül tudjuk kitölteni mind a három emberre, vagy mindig újra kell nyitni, vagy ez hogy történik? Nem kell, egy kód az egy háztartáshoz tartozik, és egyébként többször be sem lehet lépni ugyanazzal a kóddal, tehát az a kód arra a címre szól tulajdonképpen. Ott kitöltjük az egy lakáskérdőívet, és az ott életvitelszerűen élőkhöz kapcsolódó személyi kérdőívet. Ja, tehát akkor ott annyiszor írom be, hogy akkor hányan élnek, akkor kitöltöm, hogy mit tudom én, hárman, akkor ő feldobja a három lehetőséget, hogy akkor Jóska Pista, Jóska Pistáné és Jóska Kispista. Igen, beírjuk azt, hogy Győző, mármint hogy a teljes nevét, és akkor utána a Győzőre vonatkozó kérdéseket kell megválaszolni. Jó, tehát akkor gyakorlatilag egy kóddal, aki abban a családban, vagy illetve hát házban, lakásban, igen, életvitelszerűen él, akkor azzal az egy kóddal ezt el tudja akkor intézni. Mennyi így idő, van, úgy, hát nyilván ez embere válogatja, de úgy helyek közel mennyi idő, míg kitöltésre kerül egy ilyen? Győző, te mennyi idő alatt töltötted? Körülbelül 15 perc alatt. Na, hát de ebben... Hány személyre, hogyha megkérdeztetem? Én egy. De ebben benne volt az is, hogy a végzettségemnek megfelelő adatokért azért egy kisebb fajta kutatást kellett végeznem, mert az egyetemi diplomámban az valahol a SUFNI-ban volt, és amíg azt előkerítettem. Tehát gyakorlatilag ilyet is benne kell, hogy számoljon az ember, hogy bizonyos adatokhoz, az adatok pontosságához azért kell egy bizonyos dokumentumok. Tökéletes, köszönöm szépen, hogy ezt megerősíted, ugyanis mi is azt szoktuk mondani, és most is azt mondom, hogy mi 10 évente a népszámlálás kapcsán fél órát kérünk egy-egy háztartástól, ugyanis ennyi időbe telik egy lakás, és a hozzátartozó 2-3 személyhez kapcsolódó kérdésnek a kitöltése, és tényleg köszönöm, mert akkor ezt megerősítetted, hogy ez valóban ennyi, tehát egy átlagos háztartásnál ez valóban fél órát vesz igénybe összességében. Na, most még visszakanyarodva a kérdésekhez. Ugye maga a népszámlálás, tehát válaszolni vagy kitölteni ezt a kérdőívet, az kötelező. Azonban vannak-e olyan kérdések, amelyekre esetlegesen nem kötelező válaszolni? Igen, vannak ilyenek. Egyrészt az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések, de ezt mondtam, hogy ezek a kérdések is azért, illetve az ezek adott válaszok is nagyon fontosak számunkra, csak úgy, mint a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdések, ugye ezek sem kötelező, ilyen egyébként még az anyanyelvre, illetve a családi baráti körben használt nyelvre vonatkozó kérdés, és még nem említettük a beszélgetésben a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdéseket, amelyek szintén önként megválaszolható kérdések, azonban ez szintén fontos ez a kérdéskör, hiszen így kaphatunk egy pontos képet az egyes felekezeteknek a társadalmi jelenlétéről, ami egyébként a hitközösségeknek is egy nagyon fontos információ. Tehát én arra buzdítok mindenkit, hogy nyugodtan töltse ki ezeket az önként megválaszolható kérdéseket. Senki nem fogja róla megtudni, hogy ő konkrétan milyen valláshoz tartozik, milyen fogyatékossága van, milyen nemzetiségi voltartozása van. Statisztikai célokra használjuk fel ezeket a válaszokat, tehát senkinek sem kell attól tartania, hogy napvilágot látnak az ő válaszai. Akkor még egy, hogy akkor ezek szerint, vagy hát Győzőből kiindulva, így hallva azt, amit ő mondott, akkor tanácsolod azt, hogy úgy üljünk le a gép mellé, vagy elé, hogy legyen ott akkor a személyink, a jogsink, a... Nem. Tehát semmiféle, tehát ilyeneket, hogy személyigazolványszám, jogosítványszám,
lakcímkártya, ilyeneket, semmiféle ilyen adatot nem kérdezünk. Tehát ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy fejből kitölthető, hiszen nem kérdezünk olyat sem, hogy pontosan mekkora mondjuk a szoba. Nyilván arra vissza kell emlékezni, hogy mikor végeztünk az egyetemen, mi a végzettségünk, de semmiféle irat nem kell ennek a kérdésnek a kitöltésére. Szuper. Tehát akkor gyakorlatilag, ha van számítógépünk, vagy akár okostelefonon is meg lehet ezt oldani? Uh-huh. Tehát, Így van. Nem applikáció, hanem okostelefonra is van modernizálva, hogy uh-huh. mondjam ez a... Tehát a weboldalt, ha ott megnyitjuk, akkor kezeli a telefonnak a képernyő kivitelét. Jó, aha, szuper. Igen. Tehát mobiltelefon. Tehát akkor gyakorlatilag mobiltelefont, hogyha előveszem, megvan a kódom, leülök, és akkor elkezdek pötyögni, akkor ezt egy ilyen 5-10-15 perc alatt, hogy ki hogy ugye, teljesíti uh-huh. ezt a történetet, ki lehet tölteni, és akkor köszönöm szépen, meg is vagyok a népszámlálással. Mindezt október 16-ig lehet így megtenni. Ráadásul ugye... Így van, és akkor utána ugyanezt a kérdőjüvet kérdezik majd ki egyébként a számláló biztosok is, tehát tök ugyanezt a felületet fogják használni, csak majd ők fogják feltenni ugyanezeket a kérdéseket, és ami még nagyon fontos, hogy okos ez a kérdőjük, tehát nyilván az óvodásoktól nem fogja megkérdezni a legmagasabb iskolai végzettséget. Tehát olyan kérdések, amik nem vonatkozhatnak az adott személyre például, azokat nem fogjuk feltenni, tehát ezek ilyen átugrós kérdések is vannak benne. Jó, szuper. No, tehát akkor gyorsan összefoglalva, és köszönve ezt a rengeteg információ, amit elmondtál nekünk, és én azt gondolom, hogy sikerült, ahogy én az elején fogalmaztam, lefordítani magyarra tulajdonképpen ezt a népszámlálást. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor október 16-ig online kitölthető, még egyszer mondjuk, nem baj, mondom, inkább többször, mint egyszer se, uh-huh. hogy azzal a kóddal, ami a címre érkezett, annak semmi köze ahhoz, hogy ki vagyok, mi vagyok, hanem az a címre érkezett, és azzal a kóddal töltheti ki bárki, aki ott életvitelszerűen él abban a lakásban, házban, bármiben. Igen. Ezt a népszámlálást, ez október 16-ig. Ráadásul még nyerhet is vele, ugye naponta 5 alkalommal vásárlási utalmány. 16-a után pedig meddig tart a dátum, ameddig jönnek a számláló biztosok? November 20-áig fognak menni. Takson egyébként 37 számláló biztos fog dolgozni. Uh-huh. Jó. Na, micsoda információkat tudsz, felkészültél belőlünk. Köszönjük szépen, megtisztelő. No, tehát akkor november 20-áig pedig jönnek majd a számláló biztosok, és ha még valaki erről is lemaradt volna esetlegesen, akkor még mindig nincs semmi sem veszve, mert akkor az önkormányzatnál, a jegyzőnél, hogyha jelentkezik, hogy már pedig ő szeretné kitölteni a népszámlálós kérdőívet, akkor ezt ott megteheti minden további nélkül. Pontosan. Jó. Hát pontosan. Akkor van még valami, amit tudnunk kell? Igazából annyira jól elbeszélgettünk, annyira jó kérdéseitek voltak, amiket tényleg külön köszönök, mert abszolút segítette azt, hogy tényleg hétköznapivá tegyük ezt a nehéznek tűnő feladatot, de azt gondolom, hogy tényleg nem egy nehéz feladat, hiszen könnyen, gyorsan megoldható, és tényleg 10 évente kérjük ezt a fél órát, és még amit nem mondtam, hogy vélhetően ez lesz egyébként az utolsó, nem vélhetően, mi úgy számítjuk, vagy úgy tervezzük, hogy ez az utolsó ilyen hagyományos népszámlálás, hiszen azt reméljük, hogy az elkövetkezendő években minél több különböző forrást fel fogunk tudni használni ahhoz, hogy ne kelljen a kérdéseknek a döntő többségét feltenni, hanem csak még ennél kevesebb kérdéssel zaklassuk az állampolgárokat. Esküszöm, azt hittem, hogy tudtok valamit mondani, hogy ez az utolsó népszámlálás, mert miért 10 év múlva nem lesz föld, vagy miért vagy? Nem. Ilyen információkkal én nem rendelkezem. Ennek örülünk. Egyébként javaslom, hogy akár ez lehetne a szöveg is, így hirtelen, amikor mondtam, hogy van-e még valami, amit tudnunk kell, hogy ez simán a KSH-nak lehetne a szlogenje. Okay. Például. A szlogenünk az az, hogy feleljünk egymásért, még ezt sem mondtam, de ez nagyon fontos, feleljünk egymásért. Tök jó, ez teljesen jó. Péter, nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, tényleg mi is nagyon éreztük magunk benne, és egy nagyon komoly dologról beszéltünk, azt gondolom, hogy hétköznapi nyelven, és reméljük, hogy így most már akkor mindenkit képbe raktunk azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is néz ki ez a népszámlálás így 2022-ben. Mind neked, mind pedig a kollégáidnak jó munkát kívánunk, és jó számolgatást, és hát aztán gondolom az igazi meló az majd utána kezdődik, amikor összesítjük kell ezeket a... Igen, hát a meló az folyamatos, mert azért folyamatosan nézzük a beérkező információkat.
De az a jó, hogy elektronikus tényleg az egész, mind az online, ugye mind a számlálóbiztosi, és tavasszal már lesznek előzetes eredményeink, és egy év múlva jövő októberben pedig már mindent fogunk tudni például a Pakstól. Ja. Húha, akkor költözhetek el. Okay. Péter, még egyszer nagyon kellemes hétvédét kívánunk. Köszönjük szépen, szervusz, szia. Köszönöm szépen, sziasztok. Szia.